Mit fogunk ma megkóstolni? Nagyon-nagyon régi ételt fog nekünk megmutatni, különleges vacsorát fog nekünk készíteni. Honnan származik ez a recept? Hogy találtad ki? Elkészült ez a finom étel. Jó ételt hozzá! A mai napon Dabasszőlőben Kovács Istvánné Ilinél járunk vendégségben. Mit fogsz nekünk ma főzni? Hát először is szeretettel köszöntelek benneteket, vártam már, hogy jöttök. Hát én ma az én krumplis tésztámat fogom főzni. Ez nagyon különleges, nem egy hagyományos módon készül. Igen, nem úgy készül, mint ahogy egyébként szokták csinálni, hogy hagymás, krumplis, paprikás, hanem én nem teszek rá se hagymát, se piros paprikát, hanem szalonnát pirítok, amiben kolbászt sütök meg, bár a szalonazsírt azt egy kicsit előbb leöntöm, ne legyen túl zsíros. Abban megpirítom a kolbászt, és beletöröm a krumplit, és még ezzel is pirítom, a krumplit is pirítom ezzel az egyveleggel együtt. Hát ez valóban különleges kombináció krumplis tésztának. Kitől származik ez a recept? Honnan tanultad? Hát ezt még az apukám tanulta, annó nem tudom, elég sokáig járt ő 40-valahány évig a kábelgyárba dolgozni, és abban az időben még az éjszakai műszakban ők azért készítettek maguknak ennivalót, és apu hozta haza a krumplis tésztának ezt a fajtáját, amit az én családom nagyon szeret, a fiam az különösen. Arra esetleg emlékszem, hogy mikor készítetted először? Hogy először megcsinálta, ugye valamikor hazahozta édesapád a receptet, és akkor mikor volt az, amikor azt mondod, hogy na apu, most én fogom elkészíteni ezt a krumplis tésztát. Szerintem 10-12 éves koromban. Tehát nagyon fiatalon. Nagyon. Mikor kezdtél el főzni? Akkor ezek szerint nagyon korán megismerkedtél a konyhai... Az első káposztás tésztámat 8 éves koromban csináltam. Azt a mindenit. Az igen. És oda engedtek a tűzhöz, tehát forraltad a vizet, tetted bele a tésztát, és esetleg a tésztát is te gyúrtad? Teljesen egyedül. Én gyúrtam a tésztát, és én pirítottam a káposztát is, és még anyukám akkor a TS-be dolgozott, és el is vittem neki ebédre. Csak annyi baja volt, hogy kicsit sok zsír volt rajta. Nyolc évesen szerintem, hogyha az ember főz valamit, mindent el lehet nézni rajta, főleg, hogyha csak ennyi a problémája. Ezen felül, hogy a konyhában nagyon otthonosan mozogsz, én úgy tudom, hogy több mindenben aktív résztvevő vagy. Mesélnél nekünk erről egy pár szóban? Hát aktív, közismert, sokan tudják már, hogy Szőlőben van a tornacsoport, amit most már lassan 21 éve csinálok. Ez még munkahelyről, ez az előző riportban is engedett, hogy még a munkahelyről volt ez kvázi kötelező feladat. Hát ami úgy maradt, amit szeretünk csinálni, és amire büszke vagyok, hogy azért 21 éve, és még mindig 8-9-10 azért vagyunk minden alkalommal vasárnap délutánonként. És hát van az örömtánc, ahova járok. Akkor még hát a legkedvencebb időtöltés a szabadidőben az a horgolás, amit nagyon szeretek csinálni. Itt mutattál nekünk egy pár fotót. Élőben már a figurákat nem láthatjuk, mert tehát gondolom meglett a kis gazdiuk mindegyiknek, csak egy kis figurát tudsz nekünk élőben megmutatni. Hát én ezeket nagyon-nagyon munkaigényesnek és borzasztó kreatívnak gondolnám, tehát hogyha nekem neki kellene ülni egy ilyet megkorgolni, én azt gondolom, hogy több hétig készülne egy ilyen. Neked mennyi idő ezt elkészíteni? Hát ha úgy igazából neki fogok, és csak ha csak ezt csinálom, akkor órában olyan 7-8 óra egy, akkor akár egy nap is meg lehet csinálni. Ha ráérősen, akkor azért tovább tart. Persze, mint minden. Akkor szerintem kezdjünk neki ennek a krumplis tésztának, és akkor nézzük, hogyan készül ez a kolbászos szalonnás krumplis tészta. Először is megpirítjuk a szalonnát, az apróra kockára vágott szalonnát, kb. Olyan 15 dekányit. Sült szalonna zsírját leöntjük a kislábosba, és ez nagyon jó szolgálatot tesz, amikor lepencslevest vagy lecsót csinálunk, mert a füstöltíz az mindjárt benne van nekünk. Ja, akkor hozzákeverjük a kolbászt, kicsit összepirítjuk vele. Nem túl rottan a kolbászt, mert akkor megkeményedik, és nem csak annyira, hogy a paprika az kisüljön belőle, és akkor egy szép színe lesz. Tojásból csak egyet, hogy ne legyen kemény a tészta. Egy kevés sót is adunk hozzá.
és elkészült a krumplis tésztánk. Jó étvágyat hozzá!